Eli balettórája. Nézzétek, Eli az. Ó, de gyönyörű. Megtapsoljuk, ha befejezte. Tapsolnátok ti is? Brava, bravissima! Hová tűnt? Eli, csodálatos voltál, ez egyszerűen... Mi a baj? Ó, az ajtó, menjek be, bocsánat. Eli, ez egyszerűen káprázatos volt. A mozdulataid csupa kecs és báj. Lemerem fogadni, hogy egyszer még híres balerina lesz belőled. Ott táncolsz majd a többi balettos között. Na persze, te leszel a sztár. Meg a sztár. Hát ebben azért annyira... Most hová megy? Á, értem. Figyelem, mindenki! Eli szeretne kérdezni valamit. Szeretnétek Eli tánc csoportjának tagjai lenni? Igen, 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 igen! Tyű, ez jó móka lesz. Lássunk hozzá. Értem. Bemelegítés. Nagyszerű. Fel és le. Fel és le. Fel és... Szerintem Eli azt szeretné, ha mindenki őt utánozná. Gyönyörű! Próbáljuk meg mindannyian, jó? Megpróbáljátok ti is? Ajjaj! Ó, oh, ez csodaszép. Gyerünk, próbáljuk meg mindannyian. Ho-ho-ho-ho, jóságos ég. Hajjaj, pato. Jó, igen. Értem. Eli azt szeretné, ha odaállná Pato, ő pedig majd a karodba ugrik. Hajjaj. Eli, mindannyian nagyon igyekeznek. Nem ők tehetnek róla, hogy nem tudnak olyan szépen táncolni, mint te. Van ötleted, hogy milyen mozdulattal próbálkozzanak? Azt szeretnéd, hogy tapsoljanak? Szerintem Eli arra kíváncsi, hogy tudsz-e így csinálni, pokolyó. Ó, értem már. Azt szeretnéd, hogy a táncodhoz tapsoljanak. Igen, pokolyó. Úgy látszik, Eli szomorú. Szerintem menj oda és derítsd ki, hogy mi a baja.
Szerintem Ellie arra kíváncsi, hogy miért nem szeretnél vele táncolni, Pokolyó. Parancsolgat. Tudod, Ellie, az a helyzet, hogy a barátaid azért nem akarnak táncolni, mert közben egy cseppet sem élvezik. Megpróbálja Ellie még egyszer? Igen! Próbáld meg még egyszer, Ellie! Új táncot mutatsz be nekünk? De izgalmas! Ez gyönyörű! Na lám, ez így jó mulatság! Azt hiszem, ez itt a vége. Megtapsoljuk? Rajta! Bravo! Pápá, nem sokára találkozunk. Kis barátja. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Tű, mit találtál, Pokolyó? Nem tudod? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi ez? Hello! Ő Valentina! Valentina. Itt gurul Ellie. Júj, vigyázz! Szerencse, hogy ott voltál, Pokolyó. Szerintem valakinek vigyáznia kellene a kis barátodra. Látom, Valentinát érdeklik azok a levelek. Hát a hernyók aztán szeretnek enni. Tű, Pátónak milyen szép sütije van! Ajjaj, de hová tűnt? Valentinának nagyon jó étvágya van. Mi a következő fogás, Pokolyó? Asztal. Szerintem a hernyók nem esznek... Hát elég éhes lehet, nem igaz? És a könyvekért is rajong. Pato és Ellie, bocsánat, de úgy látszik, Pokolyó kisbarátja képtelen jól lakni.
Látom, itt járt a kis barátod. Valentina. Tudod, Pokolyó, a sok evés közben Valentina barátod megváltozott. Igen, bebábozódott. Báb? Igen, a báb olyasmi, mint egy hálózsák. Kényelmesen pihenhet benne. Látsz valamit, ami úgy néz ki, Pokolyó? Igen, Pokolyó, a barátod ott van benne. Köszönjük, Pato doktor! Pokolyó, amikor a barátod majd előjön a bábból, hát annyit mondhatok, meg fogsz lepődni, hogy mi lett belőle. Tűh! Na hát, mi volt ez? Azt hiszem, én már látom Pokolyó barátját. Látja valaki, mivé változott Pokolyó kis barátja? Pillangóvá! Egy gyönyörű lepkévé! Igen, a hernyó pillangóvá változott. Pokolyó, jócskán megváltozott a barátod, nem igaz? Tűh, pillangó is elég éhes. Pokolyó, a barátod nagyon más, mint volt. De az étvágya nem változott. És az sem, hogy a barátod. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Táncverseny. Ahó, Pokolyó! Ahó, Pato! Ahó! Nézd! Ahó, Eli! Villogó padló, lemezjátszó, hangos zene, fények! Fantasztikus! Ez egy diszkó! Íme a táncparkett! Gyerünk, Pato! Jól nyomod! Ügyes voltál, Pato! Tapsoljuk meg Patót! Nagyon jól táncolt! Mi a baj, Pokolyó? Nem tetszett Pato tánca? Nem. Pato szerint azért nem tetszett a tánca, mert féltékeny vagy rá, Pokolyó. Thank you.
ügyes vagy, Pokolyó! Milyen jól táncolsz! Ajaj, Pátó ezt nem hagyja annyiban. Ebből táncverseny lesz. Nagyon klassz volt, igaz, Pokolyó? Ó, ismét a táncparketten. Ezúttal a polippal ropja. Pokolyó azt kéri, hogy tapsoljunk. Rajta, gyerekek, tapsoljunk! Hát ez meg mi? Nehogy azt mondd, hogy még egyet táncolsz, Pátó. Pokolyó úgy gondolja, neki még jobban megy. Teljes a fejetlenség. Most Eli lép a táncparketre. Már értem! Elinek támadt egy jó ötlete. Táncoljatok együtt, mindannyian! Csodás! Na, ez jó volt! Álljon fel mindenki! Táncoljunk! Gyertek mindannyian! Hű, de baba! Éljen Eli! És éljen a közös tánc! Pápa, nem sokára találkozunk! A jégen. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Hoppá! Óvatosan! Ez csúszós, tudod? Megmondjátok Pokolyónak, mi ez a fagyos, csúszós valami? Jég! Ez a jég! Igen, ez jég! Pátó korcsolyázik a jégen. Megpróbálod, Pokolyó? Gyönyörű! Ős tehetség vagy! Ez a két korcsolya bajnok ma kitűnő formában van.
Lenyűgöző a stílusuk. Egy emelés és... egy rendkívül nehéz helikopterszerű mozdulat Patótól, melyet hibátlan földetérés követ. A két korcsolyázóra jellemző ez a különlegesen kecses stílus. Hűha, tökéletes befejezés! Két profit láthatunk a pályájuk csúcsán. De lássuk, vajon a zsűrinek mi a véleménye a produkcióról. Babapók, 10-est ad neki! 10-es szondi madárkától is. Valentina, 0-1. Aha, 10-es! Remek pontszám két remek korcsolyázóra. És most következzék valaki, akit mindannyian nagyon várunk. Elli a legkecsesebb táncosok egyike. Sportos, nőies, elefántos, győztes kombináció. Már kezd is. Csodálatos, micsoda nagy... Ajaj. Elli, nem esett bajod? Ó, Pokolyó és Pátó már ott is vannak, hogy felsegítsék Ellit. Ajaj, de... ó, ahó, Poli! Tessék, lesz egy táncpartnered. Ki lesz az? Egy fűrész? Vajon mire készül? Ez bálna! Tudjátok, a bálnák általában nem szoktak korcsolya versenyeken indulni, ez valami különleges dolog. Fantasztikus ugrás! És most elkapja? Ez látványos lesz. Ó! Csodás! Lássuk, mit szólnak hozzá a bírák! Babapók, 10-est ad! Szundi madárka még keményen dolgozik. Micsoda feszült pillanatok ezek a zsűri számára. Na és te, Valentina? Egy 10-es Valentinától! Most már minden rajtad áll, Szundi madárka. Úgy látszik, döntött. Szundi madárka pontszáma. Egy kocsit vezető kalapos Margaréta. És újra itt van Eli. Úgy látom, szüksége volna egy kis bátorításra, hogy visszamerészkedjen a jégre. Segítsetek, mondjuk meg neki, hogy próbálja újra. Próbálj meg újra! Menni fog! Na, elindult! Nagyszerű! Káprázatos! Ajaj! Ó, Patót megint palacsintává alapították. De már ismét talpon! Ruganyos egy kacsa! Viszont úgy látom, Eli már nem akar ilyet játszani. Talán jobban menne neki, ha egy ügyes korcsolyázó segítené. Megmondanátok Pokolyónak és Pátónak, ki segíthetne Elinek? Pokolyó és Pátó! Úgy bizony, remek ötlet! Segítsetek neki! Mi ez? Úgy látom, Elinek segítenek a barátai. Nagyszerű! Gyönyörű! Eli, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb beletanulsz. Ügyes vagy! Éljen, Pokolyó! Éljen, Pátó! És Eli... hová tűnt? Hűha! Oda nézzetek! Ilyen előadást egy életben csak egyszer lát az ember. Csak az elején kellett neki egy kis segítség. Káprázatos! Micsoda bravúros mutatvánnyal lepett meg minket ez a rózsaszín ormányos hölgy. De lássuk, a bírák mit szólnak hozzá, tehát...
Három tízes és még kettő, a tökéletes pontszám. És a többi versenyző is csupa tízes kapott, ez az, éljen Eli, és az, hogy segítünk a barátainkon. Pápá, nem sokára találkozunk. Számítógépe. Ahó, Eli! Mi az? Egy számítógép. Haha. Mutasd meg! A képernyő, igen. A billentyűzet, nagyon jó. És az egér. Eli nem ér rá, Pokolyó. Éppen játszik. És most csendes pihenő Szundi madárral. Ahó, Pokolyó. Asztal? Szék. Szék! Lámpa? Most, Pokolyó? Lámpa. Szia! Pokolyó, Eli a számítógépén játszik. Számítógép. Megmondanátok Pokolyónak, mi az? Képernyő. Képernyő. Úgy bizony, képernyő. Az mi? A billentyűzet. Billentyűzet. És az mi? Az egér. Az az egér. Egér. Ajjaj. Szerintem Eli most a játékával szeretne játszani, Pokolyó. Szerintem most várnod kell, Pokolyó. Számolósdi! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Ah, ideje ebédelni egy jót. Úgy látom, Pató már tudja, mit rendel. Hét gombát. Nagyszerű. Hét gomba. Ajjaj. Akkor mit szólnál inkább? Hét eperhez. Hét eper.
7 eper. Jaj, szegény Pató. Megmondanátok Pátónak, hogy hány szív van itt? 7 szív. Úgy bizony, 7. Győztél! Ez az! Fantasztikus! Igen, Eli, Pokolyó játszani akar veled. Pokolyó, Eli most már szívesen játszik. Hurrá! Egyedül is jó játszani, de barátokkal a legjobb. Hurrá! Énekeljünk! You sit at the desk. Awesome! When you want to play a game. A game on your computer. Számítógép. This is our computer. Computer. This is our computer. Computer. This is our computer. This is our computer. Computer. This is our computer. Képernyő. Billentyűzet. Computer. Egér. You see things on the screen. You tap letters on the keyboard. You control it with the mouse. This is our computer. Computer. Lula, hozd vissza! Pokolyó és Lula ma a tengerpartra megy. Ahó, Pokolyó! És ahó, Lula! Ha-ha! Bizonyára, jó lesz a parton! Visznek magukkal elemózsiát, napernyőt és... Pokolyó, hová mész? A part nem arra van. Ah, remek ötlet, Pokolyó. Egy labda. Kerek, narancssárga kis labda. Milyen jó, hogy ezt is magatokkal viszitek. Kerek? Igen. Kerek, mint a kör. Nagyszerű, Pokolyó. Az biztos, hogy Lula örömmel játszik majd labdadobálóst a homokban. Most akkor ideje... Pokolyó, a part... az sem a jó irány. Ajjaj. Hát itt vagy. Na most hol van az a labda? Te látod, Pokolyó? Melyik az? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy melyik az ő labdája? A kerek! Az a kerek! Kerek? Úgy bizony, Pokolyó. A labdád az a kerek. És most mehetünk a partra. Úgy látszik, Pátó barátunk jól érzi magát. Nagyon szép, Pátó, de vigyázz! Ez nem sokon múlott, Pátó. Ajaj, Lula épp erre rohan.
Jaj, szegény Pató, mennyit dolgozott vele? Pató, szerintem Pokolyó labdája valahol ott van. Tudnál segíteni? Gyerek? Igen, Pátónak igaza van. Itt mindegyik kerek. De a labdád nem csak kerek volt, Pokolyó, hanem... Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy melyik az ő labdája? A narancssárga! Az a narancssárga! A narancssárga! Tyűha! Lula is észrevette! Jaj, ne, már megint! Úgy sajnálom, Pato. Zsonglőrködsz? De ügyes vagy! Vigyázz! Ajjaj! Ahó, Eli! Eli! Ez egy kicsit nehezebbnek tűnik, ugye? Szerintem mondd el Elinek, hogy milyen a labdád. Kerek? Narancssárga! Nem, ez nem az. Mit is mondtunk még a labdáról? Kerek, narancssárga és... Segítenétek Pokolyónak kitalálni, hogy melyik az? Az a kicsike! Labda! Okosak vagytok! Most, hogy megvan a labdád, elindulhatunk végre a partra. A part! Ó, már látom is! Hát végre eljutottunk ide! Éljen Pokolyó! Végül is Pokolyónak csoda jó napja lett. És ami azt illeti, nekem is. Pápa! Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Eli nagy hajszája. Tyű, nézzétek, ez Pokolyó és Pátó. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Micsoda gyönyörű reggel! És milyen szép lufik! Hová mentek? Elihez! Értem már! Megmutatjátok a lufitokat Elinek! De jó lesz! Eli! Eli? Hajjaj! Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy Eli miért nem válaszol? Mert alszik! Eli alszik! Úgy bizony, Pokolyó. Eli éppen szundikál. Tyű, micsoda remek ötlet, Pokolyó! Jó kis meglepetés lesz neki, amikor felébred. Hajjaj! A lufik! Jaj, ne! Eli, gyere vissza!
A zummantó, hát persze, de jó ötlet, Pokolyó. De hová tűnt Eli? Eli! Jaj, ne! A lufik! Majdnem leesett. Igen, ez az. Jaj, siess, kérlek, siess! Siess gyorsan, gyorsan! Nehogy leessen. Ugye van terved, Pato? Ügyes vagy, Pato! De, most mi lesz? Nézzétek, Eli merre felé megy. Szerintem Pokolyó és Pato nem értette meg. Várjunk, megmondaná neki valaki, hogy Eli merre tart? A fa felé megy! Neki fog menni a fának! Szundi madár! Szerintem most röppent ki a fészkedből, csak egy pillanatra. Ugyanis éppen erre felé gördeszkázik egy elég nagy rózsaszín elefánt. Mindjárt itt van! Szerintem Eli arra kíváncsi, miért hagytátok aludni ilyen sokáig. Na jó, én majd mindent elmagyarázok, Eli. Először felröppentél a levegőbe, aztán visszaejtőernyőztél a földre, aztán majdnem lezuhantál, de végül egy gördeszkára estél rá, és... Na mindegy, legalább aludtál egy jót, Eli. Mi meg átéltünk egy izgalmas kalandot. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Eli, te a délutánja. Ó, nézzétek! Ha-ho, mindenki! Ha-ho. És itt jön Eli! Ha-ho, Eli! Mi van nálad? Meghívó? Tyű, de izgalmas! Megmondanátok Pokolyónak és Pátónak, hogy mire kaptak meghívást Elitől? Te a délutánra! Úgy bizony! Te a délutánt rendez! Mi a baj? Nem szeretitek Eli te a délutánjait?
Tessék, Pátó? Azt mondod, túl sok szabály van Elite a délutánjain. Ezt így, ezt úgy, ezt így, ezt úgy. Ezt így, ezt úgy, így, ezt úgy. Nem érek rá. Utolsó lehetőség, fiúk! Nem akartok elmenni Elite a délutánjára? Na jó, egy vendég azért mégiscsak lesz Elite a délutánján. Ó, nincs is jobb, mint egy csésze finom tea. Talán csak egy tál friss süti tesz túl rajta. Nyam. Csodás illata van ennek a sütinek, igaz, Szundi madárka? Megmondjátok Pokolyónak és Pátónak, hogy minek van ilyen mennyei illata. Sütine! Eli sütijének! Úgy bizony. Fenséges. Na hát, még ilyet? Ez nem volt szép tőled. Mi ez? Úgy látom, Eli hoz még egy adag finom sütit. Már csak elmentetek volna a tea délutánjára. Akkor most ti is ehetnétek belőle. Eli és a babája azt mondja, csak akkor kaphattok a sütiből, ha felteszitek ezt a vicces kalapot. Eli és a babája azt mondja, először el kell énekelnetek a süti himnuszt. Eli sütije a legjobb, a legjobb. Úgy látszik, éneklés közben táncolnotok is kell. Eli sütije a legjobb, a legjobb, a legjobb. Ajaj, Eli tényleg szeret parancsolgatni. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba vitted, Eli. Megmondjátok Pokolyónak, mi ez a csámcsogó hang? Pokolyó, mire készültök ti ketten? Tűz! Ho-ho-ho-ho, hajjaj! Figyelj csak, Pokolyó! Miért nem kérdezed meg udvariasan Elitől, hogy kaphatsz-e a sütijéből? Biztos, hogy adna. Sütit! Úgy látom, szomorúak, nem? Azt mondod, a barátaid fontosabbak, mint a szabályok? Nézzétek, mit hozott Eli!
Hé, várjatok! Mit gondoltak Eli adafinomságokból? Igen! Most már biztosan ehettek a finomságokból. Csodálatos! Éljen a jó szívűség! Éljenek a tea délutánok! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Menj innen, Lula! Ha-ho, Pat... Oh. Eli, ha-ho, láttad Patót? Úgy tűnt, mintha... Ó, oh, mi folyik itt? Mi ütött belétek? Egy, kettő... Ha-ho, Pokolyó! Három... Ha-ho! Mi a csodát csinálnak ezek? Játszunk! Játszotok? Hogy kell játszani ezt a játékot? Kukucs! Á, értem. Bujócskáztok. De jó. Folytassátok csak, Pokolyó. Egy, kettő. Jó búvóhely, Pató. Hű, csak éppen ez már elé. 5, 6, 7, 8. Gyorsan keres egy másik helyet. Valentina? Valentina, ugye tudod, hogy el kell bújnod? Kilenc, 10, 11, 12. Aha, Szundi madárfészke. Remek búvóhely. Tizennyolc, 19, 20. Megyek! Aki bújt, aki nem, megyünk! Valentina! Megtaláltad! Legközelebb ügyesebb leszel, Valentina. Lula! De Pokolyó, Lula nem is játszott. Ő nem bújt el. Úgy látszik, Lula talált valamit. Eli, Pokolyó a legjobb. Megyek. Lula, Szundi madárka arra kér, hogy maradj csendben. Szeretne elbújni. Szundi madárka! Íme a nagy kereső bajnok. Jól elbújtatok mindannyian, de szuper szimattal hiába is versenyeznétek. Ügyes kislány vagy. Lány! Pokolyó a bajnok. De Pokolyó, el kell ismerned, hogy Lula rengeteget segített. Menj innen! Eli tudni szeretné, hogy miért csináltad ezt, Pokolyó. Tudod, nem valami szép, hogy így elzavartad Lulát. Pokolyó, keres! Nagyszerű ötlet, keresd meg Lulát!
Láttok bármit is, ami segíthet Pokolyónak megtalálni Lulát? A lábnyomok! Kövesd a lábnyomokat! Igen, erre ment, az biztos. De vajon hová? Tű, a zummantó! Hát persze, remek ötlet, Pokolyó! Igen, lábnyomok. Lula! Valentina? De hol lehet Lula? Te jó ég, a labda. Jaj, ez borzasztó. Szegény Lula. Sehol sem találjuk. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy hol van Lula? Melletted! Ott van! Megtaláltunk! Lula! Éljen Pokolyó! És az, hogy mindig megtaláljuk a barátainkat. Pápá, nem sokára találkozunk. Eli ajándéka. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Tű, nézd csak, Pokolyó! Ma valakinek születésnapja van. Tudod, kinek van születésnapja, Pokolyó? Halljuk. Ja, értem. Találjuk ki mi magunk. Ez egy találós kérdés. Kitalálja valaki közületek, hogy kinek van ma születésnapja? Elinek van születésnapja! Úgy bizony! Ma van Eli születésnapja. És később majd bulit is rendez. Nagyon izgalmas! De Pokolyó, tudod már, mit adsz Elinek ajándékba? Nem. Na és akkor mi lesz? Csinálok neki. Ó, ez igen. Nagyon jó ötlet. Ajándékot készítesz Elinek. De, Pokolyó, mit csinálsz neki? Tudod már? Mit? Ja, értem. Egy újabb feladvány. Nekünk kell rájönnünk. Csodamókás. De nem sokára kezdődik a buli. Szerintem ideje hozzálátnod, Pokolyó. Pokolyó! Mit csinálsz, Pokolyó? Ó, már értem. Ezekből a szép formákból készítesz ajándékot Elinek. Remek ötlet! De vajon mi lesz belőle? Ez kezdetnek jó. Egy szép, nagy, rózsaszínű golyó. Ez csodás, Pokolyó, de... Vajon mi ez? Értem. Még nem fejezted be. Hát alig várom, hogy megtudjam, mi az. Júj, de izgulok! Ezt is mind ráteszed az ajándékodra. Vajon mi lesz Pokolyó ajándéka? Thank you.
Most már kitalálhatjuk. Na, hadd nézzem. Jó nagy, rózsaszínű, és Eli ajándéka lesz. Szóval olyas valami, aminek Eli örülni fog. Eli kap egy Elit. De szerintetek nem hiányzik valami Eliről? Mondd, Eli melyik része hiányzik Pokolyó? Segítetek Pokolyónak kitalálni? Mi hiányzik Eliről? Eli ormánya! Úgy bizony, eltaláltátok. Még egy ormány kell Elinek. Úgyhogy tedd rá, Pokolyó. Tudod, hol a helye? Pokolyó, szerinted tényleg ott a helye Eli ormányának? Ja, értem, csak játszol. Ez mókás. Hát ez tényleg nagyon vicces, Pokolyó. De most komolyan, hová kerül Eli ormánya? Oda bizony. Hát ez nagyszerű. Pokolyó egy csodás Elit készített Elinek. És a buliáról sem fog lemaradni. Gyerünk, menjünk gyorsan! Boldog szülinapot, Eli! Nagyon szívesen. Tudod, ezt tőlünk is kapod. Nagyon-nagyon szívesen, Eli. Örömmel adtuk. Boldog szülinapot, Eli! Kívánjunk neki mindannyian boldog szülinapot! Boldog szülinapot, Eli! Pápa, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.